közgyűlés mai Budapest ülésszakán. Létezik egy nyugat és kelet között ütköző zóna, és vannak-e ennek a zónának közös érdekei? Nagyjából erről tárgyalhatott 8 kelet-európai ország államfője Keszthelyen. Az angol napilap, a The New York Times nyugati diplomáciai forrásokra hivatkozva azt írja, hogy szép jelképes aktus Németország, Ausztria és Olaszország jelenléte, de 6 évvel a kommunizmus süllyesztébe küldése után talán többet is lehetne tenni az éppen soros Duma parti megrendezésénél. A magyarországi 8-as csúcs a diplomáciában egészen biztosan történelmi esemény. Hogy valódi politikai súlya mekkora, az majd elválik. Keszthely minden esetre hónapok óta készül történetének egyik legnagyobb eseményére, a kelet-európai országok államfőinek találkozójára. Egyszer volt Budán kutyavásár, mint ahogy Keszthelyen sem jár minden nap 8 államelnök. A helyiek azt mondják, 100 évben jó, ha egy ilyen alkalom adódik. Így hát igyekeztek illően felkészülni a vendégsereg fogadására. A Balaton nyugati csücskében fekvő 24 ezer lakosú kisvárosnak persze komoly tapasztalata van a vendéglátásban. Évente több mint 100 ezer turistát fogad. A polgármesternek minden tekintélyét latba kellett vetnie, hogy az elnökök Keszthely sétáló utcáján többé-kevésbé kötetlenül találkozhassanak a helybéliekkel. Én nagyon szerettem, kívántam azt, hogy a város polgáraival közvetlenül is módjuk legyen találkozni az államfőknek, és ezért tulajdonképpen én lobbiztam is, nagyon örülök, hogy megvalósulhatott, végül is támogatta ezt az összes szervező, és így nagyon örömre megvalósult. Hogy miért éppen Keszthely és miért éppen a festői Festetics kastély, nem tudni pontosan, bár a múzeum igazgatója sejti a választ. Talán azért, mert Magyarországnak ez a legnagyobb működő műemlék együttese, amelyik funkcionálisan működik, konferencia központjával, könyvtárával, múzeumával, parkjával, és gondolom, hogy ez szólt a döntés mellett, és hát azt sem lehet titok, hogy Göncz elnök úr 6.-7. alkalommal látogatja meg a Kastélymúzeumot, kiállítást is nyitott meg, és mindegyik alkalommal nagyon jól érezte magát. A 8 államelnök itt a könyvtárban társalog majd Európa jövőjéről. Tiszteletükre elővették és kiállították a vendégek anyanyelvén írt legérdekesebb könyvritkaságokat. A kelet-európai államfők egyébként nem először ülnek össze, legutóbb tavaly szeptemberben találkoztak. A csúcsok csúcsát tavaly a tiroli csúcsok között Ausztriában rendezték. Most újra idegenforgalmi vidék a helyszín, ahol meg tudják becsülni a jó vendéget. Jó vendég pedig nem csak az lehet, aki sokat fogyaszt és gyorsan távozik, hanem az is, aki jó hírét viszi a környéknek, ha úgy tetszik, ingyen reklámot csinál neki. A legboldogabbak talán a szállodások, akik úgy érzik, hogy bizonyosan megtérül munkájuk. Ez a rendezvény természetesen forgalomban sem jelentéktelen a szállodáink életében, de elsősorban minek óriási és hosszú távú hatása van, az a reklám. Az, hogy holnapi nappal, vagy az elkövetkező napokban Keszthelynek a neve, netalántán szállodáinknak a neve megjelenik a világ sajtóba, ez azt hiszem, hogy egy fölmérhetetlen előnyt jelent. Az elnököket, ahogy ez ilyenkor szokás, diplomaták, protokollosok, tolmácsok és újságírók serege kíséri. Keszthely és a közeli Hévíz 5 szállodájában 300 szobát foglaltak le. Legtöbbet a Hotel Helikonban, itt lakik a vendégek csak nem fele. Érdekesség, hogy a szálló rendesen üzemel a csúcs találkozó idején, tehát másik épületszárnyában köznapi turisták laknak e hétvégén is. Többségük természetesen német. Van, aki tudja, hogy ma egy épületben éjszakázik szövetségi elnökével, de akad olyan is, aki hinni sem akar a fülének, amikor meghallja a hírt. Herzog? Wissen Sie das? Deswegen müssen wir heute das Hotel räumen. Ja, wir wissen, dass Roman Herzog heute hierher kommt. A tájékozottabbak tehát még azt is tudják, hogy a csúcs miatt érhetik őket kisebb kellemetlensége, bár a szálloda igazgatónője mindent elkövet, hogy zavartalanul tölthessék idejüket. A hotel alkalmazottai is csak nem úgy dolgoznak, ahogy máskor. Nagyon nagy eltérés a mi napi munkánkhoz képest nincsen, hiszen normál szálló vendégeinket is ugyanolyan magas színvonalon kell kiszolgálnunk, mint az elnököket. Természetesen azért van különbség. Egy-két olyan betervezett dolgot, amit az év folyamán szépítettünk, csinosítottunk volna a szállodán, előre hoztuk, és hát az ellenőrzés a sokkal fokozottabb.
8 államelnök egyszerre persze még sosem lakott itt. Most a házigazda magyar elnök mellett itt van Lengyelország, Olaszország, Ausztria, Szlovénia, Csehország, Szlovákia és a Német Szövetségi Köztársaság első embere is. Ebben a szobában, az 5. emeleten Václav Havel száll meg. Bár a hivatalos italsorban egyik étkezéskor sem szerepel a sör, a cseh elnöknek mindig lesz egy-egy üveg a keze ügyében. Más államfők viszont előre jelezték különleges kívánságaikat. Az éttermi igazgató fejből sorolja, kinél mire kell ügyelni. Valéza elnök szénsavmentes ásványvizet kér. Oscar Luigi Scalfaro. Nos, Scalfaro elnök úr, ebéd után, vacsora előtt, ha visszajön majd, kérte, hogy szíveskedjünk részére egy igazi olasz paradicsomos spagettit majd elkészíteni uzsonnára. Az ínyencek közül a magyar elnök sem lóg ki. Göncz Árpád úr, kifejezett kérésére házi vegyes rétest kell csinálnunk, túrós meggyes vegyes rétest. Az első napi menüsorba pedig kimondottan az ő kérésére szintén egy zöldséges csipetkés gulyáslevest. A legnagyobb munka egyébként is a konyhára hárul. Főzni kell az elnökökre és az egyszerű vendégekre is. Ráadásul az ebédet a Festetics kastélyban szolgálják fel, ahol nincs konyha. Az ételeket tehát, ahogy a konyhán mondják, ölben kell felvinni a kastélyba, méghozzá a biztonsági emberek szigorú őrizete mellett. Nem mintha manapság ez lenne a merényletek legkézenfekvőbb módja, de a véletlen ételmérgezésekre most is vigyázni kell. Ma délelőtre már csak az utolsó simítások maradtak. A rendőrök még elszállítottak egy rossz helyen parkoló mikrobuszt, aztán már tényleg az elnököké volt a pálya. Néhány perccel 11 óra előtt a szlovén Milan Kucsán érkezett elsőként, a rekkenő hőségben, Ingújban. Aztán sorban jöttek a többiek is, és ezzel megkezdődött Keszthely, a kisváros 2 nagy napja. Butaságot mondtam az imént, hiszen az írás nem a New York Times-ban jelent meg, hanem az angol Times című újságban.